Március 26-án történt meg a Kerékpáros Centrum projektnyitó rendezvénye a 33-as főút mellett, ahol jelen volt Újvári Imre, Tiszafüred polgármestere is. Mivel a városnak ezen a részén jelenleg többféle építkezés, fejlesztés zajlik, ezért elsősorban ezekről a munkálatokról kérdeztük meg a városvezetőjét. Úgy gondolom, hogy sokféle építkezésről, fejlesztésről tudunk beszélgetni, és az egy jó hír, hogyha a város tele van munkagépekkel és embercsoportokkal, akik láthatólag dolgoznak és csinálnak valamit. Ma délután volt valami fontos programja polgármester úrnak, hogyan zajlott le az a bizonyos alapkőletétel? Igen, valóban így van, egy nagyon örömteli eseményről jöttem nemrégiben, hiszen Magyarország legnagyobb kerékpáros centrumának az alapkőletétele vagy nyitórendezvénye volt itt Tiszafüreden. Tehát ahogy ígértük, új lendületet adunk a városnak, és a fejlődésben is egy új lendületet fogunk belevinni. Ezt most azt gondolom, hogy az elmúlt 6 hónapban sikeresen valósítottuk meg, hiszen nyugodtan elmondhatom, hogy az elmúlt 6 hónapban több dolog történt már Tiszafüreden, mint korábban néhány év alatt. Maga a centrum, vagy maga a rendezvény, az hogyan zajlott le? Ez ugye egy közel 1 milliárdos fejlesztés, amely a Tiszató régió és a Hortobágyat összekötő kerékpárút fejlesztését foglalja magába, kerékpárcentrummal, híddal, illetve pihenőpontokkal. Most ennek egy része, ennek a fejlesztésnek közel a fele ezt Tiszafüredet érinti, mind kivitelezésben, mind pedig költségekben. És ugye ennek nagy részét ez a kerékpáros centrum teszi ki, amely egy nagyon modern szervizszolgáltatást és egyéb a pihenőknek kikapcsolódást nyújtó szolgáltatást magába foglaló komplexum lesz. Ennek a nyitó rendezvényén voltam most, ahol Kovács Sándor elnök úr és Fazekas Sándor miniszter úr is gratulált Tiszafürednek és az önkormányzatnak ahhoz, hogy ez a változás, pontosabban ez a fejlesztés, ez Tiszafüreden valósulhatott meg. Maga ez a építkezés, ez tulajdonképpen nem csak a centrum építése, egy 1 milliárdos beruházás, tehát igen jelentős. Ilyen esetekben valamilyen kapcsolat van-e az önkormányzattal? A beruházó, a tervező keresi-e meg Tiszafüredet, Tiszafüred polgármesterét, hogy itt a helyiek hogyan látnák jobban, mi a véleményük, az az építkezés éppen oda kerüljön-e? Egy kicsit visszamennék az időben ezzel kapcsolatban, mert nekünk nagyon komoly munkánk van abban, hogy ez a fejlesztés így ebben a formában Tiszafüreden valósul meg, hiszen azt kihagytam az előbb a felsorolásból, hogy nem csak kerékpáros centrum, hanem körforgalom is épül Tiszafüreden, amely azt gondolom, hogy a modern városhoz, a modern városi infrastruktúrához manapság már hozzátartozik. Azért nem volt ez ilyen egyértelmű, hogy Tiszafüreden körforgalom lesz, de nagyon sokat dolgoztunk ezen, és mind a kormány, mind pedig a megyei vezetés támogatott ebben bennünket. Ennek az egésznek a kerete, amely most itt Tiszafüreden zajlik, a 33-as út felújítása, vagy akár a kerékpárút, illetve a kerékpáros centrum fejlesztése, ez egy kereten belül történik. Ez a keret a Tiszató kiemelt nemzeti program, amelyet néhány évvel ezelőtt indítottunk el közösen a fejlesztési elképzelések kidolgozásában, én magam is részt vettem, illetve Virág Tibor alpolgármester úr, és ezeknek a fejlesztéseknek most a gyakorlati megvalósulását látjuk ugye a 33-as út felújításában, illetve a kerékpárút megépítésében. A kivitelező természetesen megkereste az önkormányzatokat, hiszen mi is felvettük velük a kapcsolatot, és egyeztetésre hívtuk őket most a napokban is. Ez az egyeztetés még nem valósult meg, de ugye ők már tartottak egy lakossági fórumot a Kovács Pál Művelődési Központban, ahol tájékoztatták az érdeklődőket arról, hogy a fejlesztésnek milyen várható szakaszai, ütemezései és hatásai lesznek a városunkra. És természetesen mi is a városvezetés szemszögéből figyelemmel kísérjük a felújításokat, és ugye számítani kell majd forgalomkorlátozásokra, forgalomelterelésekre, tehát a forgalmi rend változására. Ugye ezzel kapcsolatban nekünk össze kell dolgozni a közútkezelővel, tehát minden ilyenről a város lakóit megpróbáljuk a lehető leggyorsabban és a leghatékonyabban értesíteni. Akik mostanában a 33-as előző szakaszának a felújításánál ott voltak, azért láthatták, hogy bonyolult dolog, és a közlekedést bizony nem könnyíti meg. Ilyenfajta egyeztetés van-e önök között, hogy a város lakóinak közlekedését hogyan lehet a lehető legjobban megkönnyíteni egy ekkora építkezésnél?
Ahogy említettem is, most egy ilyen egyeztetésre hívjuk őket már első alkalommal. Egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudtak már eljönni a múlt héten, de folyamatban van az az egyeztetés, amely a lakosság megfelelő tájékoztatását szolgálja, és ehhez próbálunk majd még ugye információkat nyerni. A mi szempontunkból nagyon fontos, hogy ugye a turisztikai szezon idejére milyen hatással van ez a fejlesztés itt Iszafüredre. Azért azt gondolom, nem egy rossz dolog, amikor a városunkba érkező turisták azt látják, hogy ez egy fejlődő város. Tehát ezt lehet egy olyan szemszögből is nézni, hogy egy fejlődő város benyomását keltjük, ahogy a szerkesztőasszony is említette, ugye építkezések vannak, látják, hogy munkagépek dolgoznak, ahogy bejönnek a városba, ugye Budapest felől, vagy akár Eger felől a városunkba. Én azt gondolom, ez egy nagyon fontos dolog. És nekünk, ami még nagyon fontos a város szempontjából, hogy a legnagyobb rendezvényeinkre, akár a Majál is, vagy a turisztikai szempontból releváns rendezvényeinkre, mint a Halasnapok, milyen hatással van ez a beruházás. Ezért leülünk egyeztetni a kivitelezővel, és mindenképpen egy olyan medelbe próbáljuk ezt tartani, hogy a rendezvényeinknek a lebonyolítását, illetve a lakosságnak a közlekedését ez lehető legkisebb mértékben zavarja. Nyilvánvalóan az eddigi, az, hogy nem történik semmi helyzetből most, hogy kiszakadunk, ez okoz némi fennforgást, de hát még nagyon kívánom, hogy a következő évben sok ilyen fennforgás legyen Tiszafüreden. Önt úgy tudom, hogy vezet autót. Személy szerint szereti a körforgalmat? Úgy érzi, hogy valóban segíteni fogja azt a közlekedési csomópontnak a működését? Ennek a csomópontnak, amely ugye az Ady Endre út és a 33-as főút csomópontját jelenti, nagyon régi problémája már a közlekedés. Ugye láthatjuk egy nagyobb rendezvénynél, például az átmenő forgalomban mekkora fennakadás kelt, amikor a Tiszapartra, a halastéri rendezvényünkre próbálnak ugye a közlekedő vágyók eljutni, és ugye ilyenkor rendőri intézkedést kell igénybe venni, forgalmat próbálják irányítani. Tehát ez nem túl hatékony, ez nem túl modern, hogy így mondjam. Egy körforgalom mindenképpen biztonságosabb és modernebb kell, hogy legyen, vagy modernebb infrastruktúra egy városban, és én nagyon örülök annak, hogy ez megvalósul. Én magam nem idegenkedem a körforgalom előtt, sőt, azt gondolom, hogy ez egy nagyon biztonságos és hatékony közlekedési forma. Tehát én azt várom ettől a fejlesztéstől, és azt kell, hogy várjuk mindannyian, hogy ennek a csomópontnak a forgalma könnyebbé, hatékonyabbá, biztonságosabbá válik. Volt alkalmam azon a lakossági fórumon részt venni, amit ön is említett az előbb, és ha jól emlékszem, akkor egy kétsávos vagy kétirányú kerékpárút épül majd, nagyjából az Ady Endre út és a Tesco közötti területen egy 3 kilométer vonatkozásában. Gondolom örülni ennek, mert hiszen a régi meglévő, borzasztóan gödrös, kátyús, töredezett kerékpárútra azért elég sok panasz érkezett a város lakóitól. Ez így van, tehát évek óta probléma ez a kerékpárút, ami a 20-as úti lakótelepedőt is húzódik, közlekedhetetlen gyakorlatilag. És nem csak hogy a Tesco-ig, hanem a Lidl előtt is húzódni fog, a Lidl áruház előtt is ez a kerékpárút. Tehát gyakorlatilag megközelíthető lesz már más jellegű, tehát kerékpáron vagy gyalog is az áruház, ami sokkal biztonságosabb, ugye, mint a jelenlegi helyzet. És valóban így van, tehát Tiszafüred belterületén ez a kerékpárút meg fog épülni, tehát a 33-as út felújítása és a kerékpárút építése, ez összeér időben is, és hát ugye a fejlesztési koncepcióban is. Ha már utakról beszélünk, beszéljünk már a belterületi utakról is. Nem tudom, mennyire nyilvánosak már az uniós pályázatok, vagy annak egy-egy darabja. Belterületi utak felújítása ügyében van-e valami? Gondolom, tervek vannak már az asztalfiókban, de lesz-e valami lehetőség pályázatokat benyújtani, hogy a legrosszabb állapotban lévő utak azért megjavuljanak? Egyelőre belterületi utaknak a felújítására nem látunk pályázati lehetőséget, ez nem azt jelenti, hogy nem lesz. Most jelenleg a főútvonalak, tehát a kétszemélyű főútvonalaknak a felújítására tudok egy útépítési programról, amely el fog indulni az országban. Ugye nyilván mi is érintettek vagyunk ebben, hiszen a 33-as főút felújítása az Tiszafürednek a fő verőere, hogy így mondjam, a fő közlekedési útvonal, amelyen megközelítenek bennünket. És ennek a megújítása mindenképpen pozitív. A belterületi utak felújítására várunk pályázati lehetőséget. Én azt gondolom, hogy nagy hiba lenne, hogyha ez a pályázati rendszer, vagy ez a ciklus nem engedne pályázati lehetőségeket belterületi utak felújítására. Amit tudunk mi saját erőből, megpróbálunk elérni, azért
elmúlt hat hónapban már egy rövid útszakaszt felújítottunk, ugye a Vörösmarty út, ezt mindenki tudja, hogy milyen állapotban volt. Két intézményt, egy óvodát, egy iskolát lehetett rajta megközelíteni. Tehát amit lehet saját erőből megpróbálunk ezután is. Én azért szeretném, hogyha minden évben legalább egy utcát le tudnánk aszfaltozni, amit úgy gondolom, hogy saját erőből a saját döntési körünkben el tudunk intézni, illetve a nem aszfaltozott utakat, tehát az útalappal rendelkező utakat pedig folyamatosan javítjuk, átjúzzuk. Erre nagyon sok lakossági panasz érkezik. Itt türelmet kérnék, hiszen az örökség az nem könnyű. Ugyanez volt a közvilágítással is, hogy kellett egy idő, mire úrrá tudtunk lenni a problémán. Én azt gondolom, hogy a Tisztató 2005 Non-Profit Kft. Munkatársai szintén ráálltak már teljes erőbedobással az utak javítására, kátyúzására is. Amíg komolyabb fejlesztési lehetőségek nincsenek, addig megpróbáljuk a mi eszközeinkkel rendben tartani ezeket. Úgy emlékszem az előző ciklus testületi üléseiről, hogy önök képviselők nyújthattak be egy listát, vagy egy-két olyan utat, amelynek a felújítása elengedhetetlen. Van az ön fiókjában ilyenfajta lista, és valamiféle rangsort föl lehet egyáltalán állítani, hogy na most ezt az útnak kezdünk hozzá? Igen, elkészült egy ilyen lista, de ugye felállt egy új városvezetés, ezért lehetőséget biztosítottunk arra mindenkinek, hogy ez az egyszer már megtervezett lista, utcalista újragondolásra kerüljön. Tehát én azt gondolom, hogy még van időnk arra, még elindul a pályázati rendszer, hogy ezeket a fejlesztési elképzeléseket átgondoljuk és rangsoroljuk. Vannak természetesen ilyen listák, egyeztetnünk is kell őket, tehát azért minden képviselőnek arra tekintettel kell lennie, hogy azért vannak olyan városrészek, például a Tisza vég, ahol aránytalanul nagy az aszfalt nélküli utak száma, vagy akár mondhatnám az én körzetemet is, a budasi városrészt, és a lakók részéről már évek óta nagy igény az, hogy ezeket az utakat aszfaltozzuk le és tegyük járhatóvá. Egyébként még szeretnék visszatérni egy kicsit a 33-as út felújítása kapcsán arra, hogy azért ez a fejlesztés ugye a belterületünket is érinti, tehát lakóövezeteket is érint, azért nem egy lakóövezetet érint az, hogy a 33-as út megújul, és a hiedelmekkel ellentétben szeretném megerősíteni, hogy az Igari úti kereszteződésig meg fog újulni a 33-as. Sokan azt mondták, hogy csak a körforgalomig és az Ady Endre úti csomópontig lesz ez a fejlesztés megvalósítva, de ez nem igaz. Van egy másik téma, amiről szeretném kérdezni, már korábban beszélgettünk róla. Ez a szennyvíz fővezeték problémája és egyes közintézmények felújítása. Ha jól emlékszem, azt mondta a polgármester úr, hogy 500 millió forint. Történt-e már valami előrelépés? Ígérte már valaki pénzt ennek a két célnak a megvalósítására? Ígéretekben sosincs hiány, tehát azért most már sokkal jobb a munkakapcsolat azokkal a szervezetekkel, amelyek nekünk támogatást, illetve segítséget tudnak nyújtani. Még egy kicsit visszatérve a fejlesztésre, mielőtt a kérdésre válaszolnék, tehát azért az a városvezetés, az a polgármester, amely nem tud jó kapcsolatot ápolni a kormánnyal, illetve a megyével, az sajnos azon kapja magát, hogy egy adott fejlesztés egy másik településen valósul meg. És ugye múltban néztünk már nem egyszer, hogy az a fejlesztés miért nem Tiszafüreden valósult meg, tehát azért ezt senki ne vegye ennyire egyértelműnek, hogy ez a kerékpáros centrum mondjuk Tiszafüreden valósul meg. Nagyon fontos a jó munkakapcsolat a kormánnyal, illetve magával a megyei vezetéssel, de nem csak magunkat hozhatnám példának, hogy most már ebben fejlődtünk, hanem ugye meg kell nézni akár Poroszlót, ahol a polgármester nagyon jó kapcsolatot tudott ápolni az aktuális vezetéssel, és ugye tessék megnézni Poroszlót, hogy milyen látványos fejlődésen ment keresztül az elmúlt időszakban. És most is ott tartunk, hogy a támogatásról biztosított bennünket a miniszter úr is, egy támogató levelet is rendelkezésünkre bocsájtott, amelyben leírja, hogy a főgerinc vezetékünknek a megjavítására ez a pályázat nagyon fontos, gyakorlatilag a létszükségletünk most. Várjuk a bírálatot, még nem érkezett meg, de gyakorlatilag ez heteken belül megtörténhet. Most ez az egyik legnagyobb olyan dolog, amiért én személy szerint mondhatnám, hogy izgulok, mert fontos lenne a város számára. Avval az 500 millióval az ígéret az mennyire váltható majd be? Találkozásokban nem szeretnék belebocsátkozni, az biztos, hogy nagyon álomszerű lenne, hogyha mind a tető felújításokra, az intézmények felújítására, mint pedig a víziközmű problémára megkapnánk ezeket az összegeket. Csak úgy halkan jegyzem meg, hogy azért ekkora összegre még Viszonylag keretben önkormányzat nem pályázott ilyen problémákra. Tehát azért ez egyedi lenne. Én annak is örülnék, hogyha ennek a támogatásnak egy részét is megkapnánk, mert bármikor fennáll annak a veszélye, hogy ugyanilyen úttest beszakadások történnek. Úgyhogy várjuk a bírálatot.
Egy egészen más témával fejezzük akkor be a beszélgetést, a turizmus már említette, és mivel közeledik a jó idő, sőt most már egészen remek idő van itt tavasszal, hogyan tervezik a nagy programokat? Szervezésben sikerült-e előrelépni? Tudunk-e konkrétumokat mondani egy-két nagy rendezvényről? Most konkrétan három rendezvénynek a szervezéséről tudok beszámolni, amely folyamatban van. Ugye elsőként, ami a legközelebb áll hozzánk időben, ez egy húsvéti program, amely még nem volt Tiszafüreden. Tavaszi zsongás néven a tiszafüredi képviselőtestület elfogadott még a tavalyi évben a rendezvénynaptárban egy ilyen rendezvényt, amely főleg ugye a gyerekeknek, a családoknak biztosítana a húsvéti programot. Ennek a programja, a hirdetése nem sokán megjelenik, és ez nem akarom elállulni, de kellemes meglepetéssel fog szolgálni a városlakók számára. Ez konkrétan húsvét két napján, vagy előtte? Nem, hanem azért ugye a húsvétnak megvan a maga méltósága, ünnepi hangulata, és a szombati napra, április 4-ére szeretnénk egy meglepetéssel szolgálni a tiszafüredi családoknak, aki azért mégis nem tölti otthonától távol a hosszú hétvégét, a húsvéti ünnepet, hanem itthon van Tiszafüreden, akkor legyen neki is hová kimennie, és a családdal egy kis szabadidőt eltölteni. A Deák tér lesz ennek a húsvéti programnak a helyszíne, de a meglepetést azt nem szeretném elrontani, úgyhogy a húsvéti meglepetés, ahogy a húsvét egyébként is a meglepetésről szól. A következő rendezvényünk, amelyet sikerült újraélesztenünk, hogy így mondjam, ez a Majális. Ugye ez legutóbb 2012-ben került megrendezésre, aztán ahogy a vállalkozók elmondták nekem, akik ebben a szervezésében részt vettek, a városvezetéssel nem tudtak már együttműködni, azért inkább úgy döntöttek, hogy ők nem vállalják fel a továbbiakban. Ha ugye, jól tudom, nem csak a szervezésben vettek részt, hanem az anyagiakat is a vállalkozók igen. Egy csoportja adta össze. Tehát azt kell mondjam, hogy ők nagyon, nagyon jó szándékkal és nagyon nagy szorgalommal álltak hozzá ez a rendezvényhez, de sajnos azt kellett tapasztalniuk, hogy gyakorlatilag úgy érezték már ez a rendezvény, nekik fontos az önkormányzatnak, pedig nem. Ezért érthető okokból úgy döntöttek, hogy nem fogják már tovább felvállalni. És valóban így van, nagyon komoly összeggel támogatták is ezt a rendezvényt, nem csak a szervezői munkájukkal. Most ezeket a vállalkozókat újra sikerült az önkormányzatunk mellé állítani, újra együtt tudnak dolgozni a városvezetéssel, és Majálisra, május 1-ére, 2-ára egy kétnapos programmal szeretnénk majd a városlakóinak kedveskedni, illetve a városunkba látogatóknak. Hamarosan ennek a programja is megjelenik majd a közhirdetésekben, és akkor látni fogják az emberek, hogy végre Tiszafüreden is lesz a Majális alkalmával hová kimenni és szórakozni. Illetve a harmadik rendezvény az pedig a Halasnapok, amelyet hagyományosan a július 2. hétvégén rendezünk meg. Ennek a programja is hamarosan nyilvános lesz, ennek a szervezése pedig folyamatban van. A források rendelkezésre állnak-e minden rendezvényhez? Mondjuk úgy, hogy igen, folyamatosan próbálunk azért szponzorokat, külső támogatókat bevonni, és szerencsére azt kell mondanom, hogy nagyon sokan és nagyon, nagyon lelkesen támogatják a rendezvényeket, mert látják, hogy végre történik valami, és ezt érdemes támogatni. Ugyan a Halasnapokról már tett említés, de még azt nagyon szeretném kérdezni, hogy végül is melyik a turisztikai szezon indító rendezvénye Tiszafürednek? Beszélhetünk ilyenről? Ez egy jó kérdés, mert igazából ez nem volt szokás. Jelen, legjobb tudásom szerint igazából turisztikai nyitórendezvény vagy szezonnyitó rendezvénye úgy nem volt ilyen értelemben Tiszafürednek. Mi már beszélgettünk erről, és tudjuk, hogy ez egy hiányosság, szeretnénk is ezt korrigálni, és megtalálni azt a legalkalmasabb rendezvényt, amely azt gondolom, hogy méltán lehet tiszafüredi szezonnak a nyitórendezvénye. Én most erre így jelen pillanatban a Tisza virág ünnepet látnám a legalkalmasabbnak, de ezt ugye megfelelően fel kell szakmai szempontból és turisztikai szempontból építeni. Most jelenleg szakmailag vizsgáljuk ennek a lehetőségét, hogy a következő szezont akár már egy ilyen profi módon, más hozzáállással, más szemlélettel tényleg egy szezonnyitó rendezvénnyel tudjuk indítani. Polgármester úr, köszönöm szépen a beszélgetést, volt miről szót ejtenünk, és remélhetőleg a város ügyei is a kerékvágásban jó helyen haladnak. Köszönöm szépen a lehetőséget.